Ámori. Fischer fejeli tovább, Kincses. Fischer még. Fischer gólhelyzetben, és belövi! Óriási szóló, 42. perc, Fischer góljával vezet a Ferencváros. Ügyesen tovább csúsztatják fejjel, jó ütemben lépnek ki, beragadt egy győri védő, nem lehet les, és aztán bár úgy fest, hogy egymást zavarják, Palkovics helyet csinál, és Fischer Ulbert mellett belövi a hálóba a gólt. Kincses, Zúrják, Fischer, szegény Bodnár. 1-0, és ez a végeredmény a Ferencváros javára. ...43. Perc. Andrus rosszul jön ki egy beadásra. Pölöskei vállal, Fischer pedig az egyetlen lehetséges megoldást választja. 1-1. Kukkon beadását Fischer belsővel lőtte az egri kapuba. Egyébként ki... Még ebben a percben bedobás után Zúrják beemelését Fischer fejelte az egri kapuba. Perccel később az újonnan felfedezett középpályás Nagy Zsoltot lökte a 16-oson belül méttől. A 11-est Fischer lőtte be. 2-0. Még nem értük el a 20. percet, az első fél időben a 19. percben járunk, nem született gól. Pintér hosszú előreadására Fischer megy föl, le is fejeli a labdát, de ott Kraft van előnyös helyzetben. Vasil, Fischer, gól! Győri játékvezető nem jelez lest. Minden esetre úgy tűnik, mintha Fischer bent ragatolna a védők mögött. Első félidő, 20. perc, Ferencváros, Kaposvár, Fischer góljával 1-0. Sándorfi nagyon rosszul találja el, így Zsinka vissza tudja rúgni, és visszakapja Zúrjáktól. Azonnal keresztbe adja, Fischer jön! Óriási
kaposvári kapushiba, rossz volt a kirúgás, nagyon jó Zsinka keresztbeadása, Fischer fölmegy magasra, Sándorfi ki is mozdul a labdára, esélye sincs arra, hogy védje. 2-0 a Ferencváros javára. 56. perc, Fischer kapja a labdát, egy csel, a kapus kijön, és az íveléssel már 3-0 a zöldfehéreknek. Egy újabb Fischer góllal már 4-0 volt az eredmény, ez sajnos képben nincs meg. Három perc múlva a legtöbbik a helytelen alkalmazása miatt kapott gólt a BMW-t. Egy tradista csapat kiugrott, Fischer a hálóba kötött a labdát. Egy perc. Strauss, Pintér, Kincses, azonnal tovább Limpergernek, Limperger ügyesen magára húzza a védőket, Fischer, gól! Csonka visszafejeli, nagy leveszi, Hubold elől elcsípi, Bánki, még mindig Bánkié, de milyen jó cselekkel megy el. De Fischerhez. 2-0. Fischer a saját helyére adja a labdát, ott Simon tűnik föl. Zúrják. Bent középen, és gól! Fischer. Az ötösön a védők ölében. Második félidő, 15. perc. Jó a támadás, Simon érkezett nagyon szépen, az első félidőben is dicsértem, annyit futott föl. Zúrják még tovább, és Fischer egészen közelről. 42. perc, jobboldali ferencvárosi támadás. Petri hibázik, ott van Fischer, 2-0. Bognár. Most a már lövő helyzet lehetne, Katzenbach egyedül a bal oldalon. De Zsidorási. Zúrják Fischerhez. Zúrják, eddig jó akció. Fischer üresen gól! Szép akció! Kérdező támadás! A 19. percben 1-0 arányban vezet Fischer góljával a Ferencváros. A beadás hárítása után Zsiborás azonnal hosszan rúgja ki a labdát. Fischer-Zúrják kombináció. Zúrják beadása után pedig Fischer teszi a hálóba a labdát. Ezzel 1-0. Vasil. Bánki kapja. 23. perc. Topor vissza Bánkihoz. Fischer mehet egyedül, nincs les. Fischer 2-0 arányban vezet a Ferencváros. Az MTKVM védői leállnak. Fischer nem. Ő észreveszi, hogy a partjelző nem emeli fel a zászlót. És elgurítja Gáspár mellett. 2-0 a második félidő 24. percében. 22. perc, 1-0-as ferencvárosi vezetés, Vukovic szöglet, Fischer, Keller még érte, megy, megmenti, újra beadja, Fischer, gól! Elsősorban Keller érdeme megint ez a gól, aki nem hagyta
a labdát kimenni. Keresztbe íveli, Fischer pedig, akiről köztudomású, hogy nagyszerűen fejel. Magasan, homlokkal lehelyezi a bal alsó sarokba a labdát. 2-0 a Ferencváros javára. És aztán a 35. perc, amely úgy tűnik, hogy sorsdöntő volt aztán a találkozó szempontjából. Limperger ügyesen a jobb oldalon, megpróbálják őt szerelni, úgy tűnik, hogy sikerül is. De nagyon harcosan visszaszerzi a labdát, aztán Fischer, 1-0 a Ferencváros javára. Palacki volt az, aki egy kicsit elaludt ott, a hátvéd. Bánki szabadrúgása, Fischer megy föl fejelni, gól! A hosszabbításban a 46. percben Fischer a gólszerző. 2-1 a Ferencváros javára. A 70. percben azonban megtette ezt, amikor Dukont Petri elbuktatta. Fischer készülődött a büntetőhöz, és lövésével 2-0-ra vezetett már a Fradi. Egy jó indítás. Kincses újra, 20 méterre a kaputól, kényszerítődés Dukonnal, Dukon. 11-es. Innen föntről látva jogos, vitathatatlan. Egy rossz becsúszás, egy rossz szerelés. Itt veszi át Dukon a labdát, nézzük. Balog. Hát elkaszálta bizony, nincs is ezen mit vitatkozni. Fischer készül neki messziről. Kivédte Babócsi másodikra, nem! Fischer fejessel dupláz. 3-2. Pedig Babócsi mindent megtett. Gyönyörűen védte. Ezt már nem tudta. Ez is a keze mellett ment el. A kapusbal szerencséje, de a 11-es jogossága nem igen vitatható. Pontosabban nem vitatható. 13. perc. Fischer verekszik, jól esik a labda, a lábára szinte vezet a Ferenc. Pintér. Dukon. Ez nem 11-es, de a játékvezető megítéli. Fischer 2-1-re vezet a Ferencváros. Topor. Albert. Albert még mindig, maga viszi végig, mindenki lemaradt. 11-es. Ez 11-es. A kitörő Albertet ellökték, büntető. Albert nagyon-nagyon jól észrevette, hogy neki kell tovább mennie. Ott szétnyílva a védelem előtte, lefutja az emberét, és Kardos nagyot taszít rajta, ellöki a labda fölött. Ez 11-es. Fischer fogja lőni a büntetőt. Második félidő, 28. perc. A volt ferencvárosi kapusnak, Zsiborásnak, Fischer tehát, belül. 2-0.
és Fischer megérdemelt egy gólt, annyit hajtott ezen a mai mérkőzésen. Veszélyes volt végig kapura, minden labdát befutott, emlékezzünk csak az első fél időre. Itt most gólt lő. Zsiborás a másik oldalra repül, ott tátong a kapu bal oldala. Keller szabadrugás, a Pintér jön előre. Ő fejeli tovább, rosszul találják el, Zsiborás. Elcsúszik a lába alatt, a rossz térde. Gól. Gól, és egy dráma közben a füvön. Nagyon sajnálom Zsiborás. Többször operálták a térdét. Több műtéten esett át, hosszú ideig kihagyott. Megsérült. Rosszul találják el, saját védőről megy a labda, Fischer megy érte. És itt az a mozdulat, ahol Zsiborás lába megbicsaklik. Az a sokat operált tér, Fischer befejezi az akciót, ez természetes. De nagyon-nagyon sajnálom Zsiborás Gábort. Az operált térde ezt a mozdulatot, ezt a cselt, ezt nem bírta el. Idői úton pályára lépett a videóton. A 30. percben Fischer beadását Mitringa saját kapujába ütötte. 1-0. 5 perccel később Simon adott be, Fischer fejelt, Mitring nyújt mellé, 2-0 a Fradiára. A második félidő 30. percében Albert beadásából ismét Fischer, 3. Majd egy toporszög lett, és Fischer a negyedik gólját szerzi, így lett Ferencváros videóton váltam. Horváth pontosan odaadja Fischernek. Fischer a labdával rá is lövi, be is lövi. Az 5. percben már megszerzi a vezetést a Ferencváros. Egymásra néznek a békésabai védők, ahogy tetszenek látni. Benne vannak alaposan abban, hogy Fischer megkapja a labdát. Ő pedig kegyetlenül berúgja. Keller. Keresztúri. Keresztúri. Ez jó. Topor Fischer helyzetben belúgja. 32. perc, már is 3-0. Fischer, Topor ott a 16-oson belül, és Fischer nemes egyszerű síggel gurít be a bal alsó sarokba. 3-0. Vasil emeli be. Gól! Fischer gyönyörű fejes volt. A védők hibája nyomán ugyan, de Vasil remekül adja be, Fischer kitűnő ütemben. Fischer helyzetben a másik oldalon, és egyenlít a Ferencváros 30 másodperc elteltével. A Debrecen nem tud élni a nagy lehetőséggel, ezzel a lélektani előnnyel Fischer egyenlít. Albert indul előre, 20. perc. Dukon próbálja még visszahozni a vonal előtt. Dukon. Dukon jó cselekkel húz befelé a 16-osnál. Dukon még mezőveszélye, kipattant tőle Fischer, és előtik a csatárt, 11-es. 20. perc, 11-est kap a Ferencváros. Mező nagyot hibázott. Már a kiejtett, kiütött labdánál. 22. perc, Fischer. Gól, Mező beleér, de nem tudja hárítani. 2-1-re vezet a Ferencváros. Fischer egy picit megtorpan a lövés előtt, de így is betalál. Pali, lecseréltek a szünetbe, miért? A harmadik perc, amikor rúgtam a gólomat, éreztem, mint egy 100 tű megszúrta volna hátul a combomat, és meccs előtt is éreztem már, hogy nem olyan jó a combom hátul, és filóztunk, hogy játszak-e vagy ne játszak, és végül úgy döntöttük, hogy játszok. És a harmadik percben, mint hogyha egy 100 tű megszúrta volna itt hátul a lábamat, és éreztem, hogy baj van, csak akkor még nem éreztem annyira, mert be volt melegedve. És a szünetben, amikor bementünk, akkor egyszerűen olyan fájdalmam volt hátul, hogy nem tudtam vállalni a játékot. Pont most, amikor kezdő lettél volna a válogatottban. Igen, ez a pekkem. Nagyon szerettem volna játszani. Jó is megy a játék, úgy érzem, ilyen a formám.
hetedik perc szabadrúgásból Wolf teszi be a középre a labdát, egy fehér és gól! Fischer első gólja Siófokon, 1-0-ra vezet a Bányász. A kirúgás után Fischer Gregornak fejeli, Gregor mehet, Iscsák van mellette. Gregor még, Fischer teljesen egyedül van, Fischer, gól! Fischer gyönyörűen rúgta meg a labdát. 3-1 ezzel a Siófok javára. A beívelt labdát Max megcsúsztatja, Fischer pedig előrevetődve fejeli be a Siófok első gólját. Az Újpest nem adta fel. Baloldali szögletrúgás után volt beadását, Fischer mintaszerűen fejeli a bal felső sarokban, 3-3. Lendületbe jött a Siófok, sorra vezette továbbra is támadását. Fischeren taszítanak egy picit, ennek ellenére marad a Siófoknál, Fodor. Fodor, Gregor, 11-es. A 30. perc, Gregor buktatásáért ítél 11-es Tartma játékvezető. Fischer tette le a labdát a 11-eshez. Az egykori dédelgetett ferencvárosi kedvenc, gólt lőhet saját csapata, volt csapata ellen és be is lövi, egyenlít a Siófok. 31-32. perc, Fischer 11-es góljával, 1-1. Nagyon jól lövi el Fischer, nem nagy erővel, de nagyon pontosan a jobb alsó sarokba. Szabadrúgás, megszállította le a labdát. A 80. percben járunk, Fischer a 11-es pontról, gyönyörű fejes, 2-1 a Siófok javára. Elaludtak a pécsi védők, és talán egy cseppet Bodnár is. Fischer gyönyörűen emelkedik, és fejeli a jobb felső sarokba a labdát. Noc maga mögé tolja, Fischer fejel, és gól! Noc röviden tolja meg a labdát, Fischer kapura fejeli, és a gólvonalon egy kis tumultus után Vavika játékvezető szerint szabályos körülmények között jut a hálóba a labda. A forduló záró mérkőzését Vácot játszották, kora délután közvetítettük. A Siófok Keszeg góljával a 27. percben szerzett vezetést, Horváth egyenlített a 47. percben, majd a mindent eldöntő gólt Fischer szerezte a 77. percben, ezzel a Siófok idegenben nyert 2-1-re. 75. perc, Fischer, 1-1. Fischer a szabadot jól lövi, egyenlít a Siófok. Az első félidő vége, ügyes gurigázás. Szépen hozzák fel a Siófokiak a labdát, Max. Átteszi a másik oldalra, Máriási. A megjáratott labdát Máriási lövi be középre, Fischer megint jól érkezik, és ezúttal szerencséje is van. 1-0 arányban vezet a Siófok. Keményen meglőtt labda, Fischer berobban, ahogy a nagykönyvben meg van írva, úgy fejeli le. A második félidő eleje, ügyes összjáték a jobb oldalon, Gregor érkezik nagy lendülettel, Kirchmeier az ötösnél, Gregor észre is veszi, Kirchmeier remek csel, visszagurít, megint Fischer van ott, 2-0. Szép a visszagurítás, Kirchmeier remek csel csinál, és önzetlenül leadja Fischernek a labdát. Csak be kell fejezni. Persze, ehhez a csakhoz Fischernek ott kell állni, szabadon, védő nélkül. 26. perc, Fischer 0-1. Kirchmeier lövi be a szögletet, Fischer tulajdonképpen az egyetlen ember, akire oda kéne figyelni, rá nem figyeltek, oda vezet a Siófok idegenben. 4 perccel később, azaz a 76. percben Dúró hozza el, kiválóan játszott a mérkőzésen. Szépen indítja Fischert, aki egyből rálövi, és fantasztikusan nagy gólt lő.
5-0 már a Siófok javára. Valamikor Trevor Brooking lőtt ekkora gólt, amíg a Népstadionban, az még be is szorult oda, a vasak közé. De óriási gól ez is. De rossz kirúgás volt, Fischer fejéről Kálmán, és Perger még el tudja rúgni, még mindig ott a helyzet, Kálmán. Fischer kaphatja, végül gól. Kálmáné az érdem, aki kiküzdötte magának a labdát, és végül Kirchmayer labdáját rúgta be Fischer a bal alsó sarokba. 3-0 a 42. percben. 33. perc, Kirchmayer szöglete. Jó fejes gól! Kirchmayer remekül ívelte be a szögletet. Fischer nagyon szépen ment föl, és a bal sarokba fejelt. 1-1 a 33. percben. Fischer rúgja a büntetőt. Gól! Kovácsevic jobbra vetődik. Fischer maga biztosan a kapu bal oldalába lő. 2-1-re vezet a Siófok a második félidő 20. percében. A 11-es Fischer lövi. Gól 1-1 a 34. percben. Fischer a szokott magabiztossággal lőtte a 11-es. Garabata fajja el a labdát, viszont Negrau még mindig át a másik oldalra, Fischer leveszi, gól! Ez nagy gól! 23. perc a második fél időben, Negrau gyönyörűen készít elő, és Fischer elegáns gólt lő. Márton mehet. 8. perc a második fél időben. Illés a labdával, már helyzetben. Illés középen, Fischer gól. 2-1-re vezet a Kispest Honvéd. Remek a támadás. A 8.-9. percben Márton hozza fel. Illés tökéletesen veszi észre, hogy ott van bent Fischer, és tökéletesen is adja be, mint a jól rúgja Fischer is. Vince a bal hátvéd helyén. Halmai. Jó labdát kap Illéstől. Ez gólhelyzet lesz, ott van Fischer előtt. Gól! Nagyon szép kispesti támadás, 5 perccel a mérkőzés vége előtt. Halmai pontosan teszi középre, Fischer pedig a nehezebbet választja, fejjel is betalál. Ez nagy labda, Hamarnak. Jó, aki keresztbe küzdött. Fischer, gól! 4-1! Hamar gyönyörűen tálalt a keresztbe. 6 méterről pontos lövés. 4-1. Kirchmayer. Nagyon gyors Kirchmayer, el is tolta Usmájev mellett, jó a beadás. Fischer, nagyon szép gól! A második félidő 25. percben Kirchmayer száguldott el a bal oldalon, pontos a beadás, és Fischer remekül érkezett, kapásból bebombázta az alsó sarokba a labdát. 2-1 tehát. Király bűvöli, Jenei, indul a jobb oldal. Tóth Lajos, nagyon jó a csel. És nem jut el Fischerhez, Kirchmayerhez, igen. Fischer egyből, és gól!
Nagyon szépen megy el Tóth Lajos a jobb oldalon. Az első lövés még elakad, aztán Fischer a gyengébbik lábával, a ballal nagyon bevarja. Második perc, 1-0-ra vezet a Siófok. Siófoki szabadrúgás, 19. perc. Varsányi megy, Détári van mellette, Varsányi még. Ez jó labda Keszegnek, csavarja befelé. Ott az Itzer és gólt. Fischer. 1-1. Jó váltás után Keszeg remekül csavarja középre, Fischer pedig a volt egykori csapata ellen egyenlít. Szép gól. Fischer lép ki, mellette Király, Király, visszagurítja, Fischer, gól. Egy eléggé ártatlannak tűnő helyzet volt, Fischer kilépett, ügyesen gurított oldalra Királyhoz, Király visszatette a labdát és Fischer a hálóba lőtt. 1-0 arányban vezet a hazai Siófok a második félidő 30. percében. Fischer még. Hausner. Be kéne adni, be is adja Fischer. Gól. 6-1. Fischertől indult az akció. Hausner kapta a jobb oldalon a labdát. És Fischer mintegy 5 méterről befejelte a Siófokiak szépítő gólját. 6-1 a 87. percben. Az 5. siófoki szöglet következik. Nyom, nyom, nyom a hazai csapat, csak gólt rúgni nem tud. Kis szöglet, Max. Na nézzük ezzel, mire mennek. Ott a szabad ember, Fischer, és gól! Kis szöglet, Max, senki nem megy ki rá. Ő átível a hosszú oldalra, Fischerről ott már megfeledkeznek, ő pedig nagyon szépen a hosszú sarokba, ahogy tanítják, befejeli a Siófok vezető gólját. A 11. szöglet. És most mondhatnánk azt a régi, már megkövült igazságot, hogy egy szöglet fél gól. Csúsztatott fejes gól! Fischer! Hát ha nem is fél gól, de gól a szöglet. Fischer Pál a második gólja a volt csapata ellen. 2 perccel a lefújás előtt. Fischer, 2-2. Dúró helyén roboghat Fischer. Már amennyire ő robogni képes, egyelőre befelé húz. Kirkmaier tette maga elé. És itt a gólhelyzet, Fischer, okos fejes. Fischerdől indult a támadás, aztán Kirkmaier nagyon szépen ívelt át a hosszú oldalra, és Fischer nagyon okosan bólintott a hosszú sarokba. Szépít a Siófok, 3-2. A mérkőzés első szöglete, Ignác küldi középre, és gól! Fischer Pál a gólszerző. Remekül jött be a szöglet, és Fischer igazi bomba gólt fejelt. Kiratku. Szántó. Indul Majoros a bal oldalon, Szántó középre teszi, Fischer. Gól! Percben Szántó keresztbe ívelt labdáját, Fischer akrobatikus mozdulattal juttatta Sáfár kapujába. Vezet a Sopron. Borsos. Fischer veszi le, Fischer gól! Nagyszerű egyéni teljesítmény volt. Fischer szépen átvette Herceg mellett, majd elcsavarta a bal sarokba.
A 75. percben már 3 góllal vezetnek a hazaiak. Három magasabb ember tehát. Fischer megcsúsztatja, gól! Hoppó, kérem szépen! Az első kapura lövése, fejerése a Sopronnak, megy befelé a szabadrúgás, Fischer gyönyörűen csúsztatja meg, Seiler is, meg a Fradi védők is, talán Telek van ott benne, vagy Frutka. 1-0 a 11. percben. Fischer. Árpási. És ott van Fischer, és a szépítő gól is. A második félidő 20. percében Fischer Árpásinak adta a labdát, majd elindult középre, és a menetrendszerűen érkező labdát mintaszerűen fejelt a bal alsó sarokba. Fejlettek a soproni remények, 1-2. Simon, Juhár mellette bent középütt Fischer, ügyes, Juhár középre, Keszeg, üres a kapu még, Simon ott van, Fischer is üresen, Simon vár fölöslegesen, Juhár, Jován elengedi, elképesztő, amit a Vasas csinál, Szenes, Fischer még belőheti, és be is lövi, 2-0, 40. perc, számtalan lehetőség után, Fischer új csapatában gólt lő, és ezzel megadja a kegyelemdöfést a nagykanizsának. Jesse bedobása a 15. perc végén az első félidőben. Fischer és gól! Egymásra vár mindenki, és Fischer megszerzi a Vasas vezető gólját. Itt a bedobás. Senki sem tudja, hogy ki érjen hozzá a szombathelyi védők közül. Fischer pedig érzi a lehetőséget, és könyörtelenül ki is használja. Benne van mindenki, Kurucsai is, és a házvédek is. 1-0, negyed óra elteltével. Szilveszter, Juhár, Simon, többen kérik, többek között Mónos is, aki kapja, még mindig Mónos. Gólt emel! Átvette a vezetést a Vasas, a második félidőben nagyon tompa vált ellen, Fischer a gólszerző, egy szép emelés után. Pál visszakapja a bedobás után. Egy kötény, Galasek adta Horváth Attilának, Szilveszter kerül helyzetbe, Fischer! Ott az egyenlítés. Teljesen elaludtak az alaegercegiek. A bedobás után senki nem figyelt olyannyira, hogy Fischer kerül helyzetbe. Ő pedig ügyesen használja ki az adódó alkalmat. 21. perc, 1-1. Mónos. Amolyan Komám asszony, hol a labda? Mónos. Be középre. Fischer! És gól! Ráncápoltak rendesen a piros-kékek. Altatott a Vasas, körbeadogatták a teljes zalaegercegi 16-os. A középre adott labdára aztán Fischer érkezik. Egy kapáslövés 15 méterről körülbelül, és 2-1 a Vasas javára a 91. percben. Aztán megint Szilveszter az egyik főszereplő. Remekül indítja Fischert, aki a leshatáron lép ki, de nincs les. És Fischer Pál első gól helyzetéből rögtön be is talál, mindez a 42. perc eseménye. Profi módon oldotta meg Fischer a helyzetet, 1-1. A közönség is egy utolsó rohamra próbálja most sportszerűen vastagsal bíztatni csapatát. De továbbra is inkább a Vasas birtokolja a labdát. Fischer. Fischer még, Fischer, és gól! Tótentel szerint Fischer nem volt szabálytalan. Belsővel
ügyesen a tehetetlen horvát mellett az alsó sarokba. Egresi. Gólhelyzet, Turi, Szezák és Sápár. Itt még sikerül menteni, aztán jön Szezák, átnyesni akarta érzésem szerint a kapuson, külsővel. Na, itt meg a másik oldalon, gól! Fischer, óriási hiba, Füzesi nem találja el fejjel, Fischer pedig igen, Szűcs itt már tehetetlen, hiszen kiindult a kapujából, nem számíthatott arra, hogy Füzesi nem találja el a labdát. Vendégbedobás a 22. percben. Máriási készülődik. Jován tovább. Fischer, gólhelyzet, gól! Elaludtak a csabai védők. A bedobásnál Fischerhez pattant a labda, még le is vehette. És a 22. percben egyenlít. Tehát ha lefújt a Molnár, akkor bizony itt ez 11-es lehetett volna. Maga a szabálytalanság jó egy méterrel beljebb volt, még ha ki is repültek utána. Fischer, megvan, megvan a jubileumi gól. Második félidő, 19. perc. Fischer megdolgozott ezért a gólért. 2-1. Talán a sorfallal voltak gondok, hiszen szétnyílt a sorfal, és így Szűcs nem láthatta. Ez persze Fischer érdemeit nem kisebbíti. Gólos jubileum. Szilveszter. Fischer. Fischer. A Lippai érzésem szerint vezet a Vasas Kaszinó Vigadó a második félidő 18. percében. Hazai vezetés. Na innen láthatjuk talán. Bizony későn indult Lippai. Máriási indult meg a jobb oldalon. Most már ketten figyelték, Fischer fejelhet, jól, 1-0. Vezetnek a vendégek, Fischer Pának előbb már volt egy óriási gólhelyzete, aztán most gyönyörűen kapta a labdát, és gyönyörűen bólintott a ballalsó sarokban. Negyedik perc a második félidőben, a szög veszedelmes, Fischer készülődik a szabadrúgáshoz. Gól! Fischer nagyon szépen tekerte a labdát. A korábbi statisztikák alapján úgy számoltuk, hogy Fischernek 98 gólja van, ő maga is azt mondja, és a Vasas számításai szerint 99, tehát megkezdődik a 20. perc, Fischer Pál 1-0-ra vezet a Vasas, Fischer 100. gólja az NB1-ben. Varga Zoltán gúnyos mosolyjal konstatálja az 1-0-át. Pörget, és a felső kapufa alsó lapjáról, be a kapuba, 1-0. Fischer Pál 180 mérkőzésen 80 gólt szerzett az FCC színeiben. Először 1984-ben egy szombathelyi bajnokin játszott, utoljára pedig 1991-ben a Vác elleni MK döntőn. A két dátum között egy Ajax kirándulás is volt. Tehát tűzgyökeres ferencvárosinak számított hosszú ideig Fischer, és most pont a zöld-fehérek ellen szerzi 100. NB1-es gólját. 13. percben Máriási lövi az első hazai szögletet.
Jól kanyarodik. Jó a fejes is. És gól! Hó Máriási szöglete. Fischer remekül fejel, és csatón megpattan a labda. Akár öngólnak is apostrofálhatjuk. Vezet az Angyalföld a 13. percben.